kevés olyan fiatal színész van, aki annyi filmben szerepel, mint Kolovratnik Krisztián. Kirobbanó tehetsége ellenére ő mégis hosszú távfutónak képzeli magát. Kész kalantúra Krisztiánt megtalálni. Amit érdemes tudni róla, az az, hogy játszott mondjuk a Szabadság szerelem, vagy a Sorstalanság című filmekben, de legjobban mégis a Mix című filmben érezte magát, ahol rossz fiút játszott Grimus Dorka partnereként. Ez a fiú, ez profi sajtófotókat készít, komoly zenét ír, de mégis leginkább egy abszolút független színész. Ez itt az Abszolút, a Magyar Televízió kulturális sportréműsora, ami olyan emberekről szól, akik abszolút jól csinálják azt, amit csinálnak. Szevasz! Ciao. Szevasz! Itt kellett találkoznunk ebben az őrült magas végül is így beszéltünk meg, aha. Gyere csak, mehessél le. Aha. Te nem rettegsz tőle, hogy lezuhansz innen? Nem. Nagyon hülyének kell lenni, hogy lezuhansz innen. Van? Aha. Nekem nincs. Hogy ez bírod az ilyen magasságokat? Én szeretem. Kifejezetten ezeket szeretem. Nem ülünk le? Ülünk le, aha. Ja. Attól elmúlik a lábremegésem. Kávét? Tudom, hogy pláne. Az jó lenne. Jó. Hol van a termosz? Ott a termosz fönt. És annak a tetejébe tudsz inni. Hogy ide szoktál kijárni meditálni? Nem, ez egyáltalán nem meditálás, én csak szeretem az ilyen helyeket. Meg csönd van, meg egyedül vagyok, meg pihenek, meg én amúgy is ilyen nagyon nyugis gyerek vagyok olyan szempontból, hogy szeretek úgy megülni, meg kávézgatni, meg cigizni, meg úgy magamban lenni kicsit. És ez arra tök jó. Távol van az emberektől, meg távol van attól, ami jól esik kiesni az időből néha az embernek, nem? Meg abból, hogy csörög a mobilod, meg hogy rohanni kell, meg... És így fölülről látni rá a dolgokra. Igen. Nincsen a magassághoz ilyen különleges viszonyod, nincs, tehát nem egy tőernyőzöl, vagy... Kívülálláshoz van ilyen viszonyom, tehát ahhoz, hogy szeretek bizonyos helyzetekben kívülálló lenni, meg a legjobban kívülről szeretem nézni a dolgokat. Hát ez hogy lehet? De hát a színházban színészként... Pont, hogy de jó, hát ezeket meg kell élni, persze, csak az szerintem sosincs anélkül, hogy az ember utána ne szálljon ki belőle egy kicsit. Jól tudom, hogy van édesanyáddal egy különleges viszonyod? Nekem a családommal van egy tök különleges viszonyom. Valahol megvan az a fajta konzervatív vonal is, én családi konzervatív vonal, hogy a vasárnapi ebéd az legyen meg, hogy azért beszéljünk egymással naponta többször. De hogy ezt nem egy ilyen kötelességként érted meg. Dehogy is, sőt, engem úgy tehát neveltek föl. Tehát kamaszkorodban se lázadtál föl ez ellen? De az volt a furcsa, hogy annyira liberálisan neveltek engem, hogy nem volt mi ellen lázadni. Az nehéz. Az baromi nehéz, és olyan családban nőttem fel, ahol lényegében mindent megkaptam, de nem úgy kaptam meg, hogy anyagilag a seggem alá tolták, hanem úgy kaptam meg, hogy kaptam egy fényképezőgépet, hogy fényképezni tanuljak meg. Uh-huh. Kaptam egy zongorát, hogy zongorázni tanuljak meg. Tehát lehetőségeket kaptam magyarul, lehetőségeket adtak a kezembe, hogy mivel tudnék én majd később valamit elérni. Figyelj, nincs meleg. Menjünk innen át valahol. Elképesztő meleg van árnyékban. Akkor gyerünk. Szóval én most itt játszom, igen, itt ebben a pici színházban, és ez tök jó dolog. Hogyha nem a Víg színházban? Én a Víg színházban voltam, csak aztán a Víg színház, az velem tök jó fej volt. Tényleg egyébként ez valami jó fej dolog volt. Én kértem egy fizetés nélkül szabadságot a Víg színházban, és azt nekem megadták. De pont azért, hogy én kimenjek Barcelonába, hogy másfajta. Én úgymond még most is élet halasztok, szóval műünkre, hogy... Az azért van, hogy én üljek le? Hát nem csinálom, hogy ezekre üljünk, vagy üljünk. Én leülök ide most, ez nekem tök jó. Szóval, hogy igen, csak hogy a krokodilt is halasztok be a beszélgetésbe valahogy. Hát ha be kell, akkor vonj be. Úgy be van.
tehát évet halasztasz a Víg Színházban. Szóval én évet halasztok a Víg Színházban lényegében, de amúgy meg szerintem nem. Tehát meglátjuk, hogy ez hosszatában hogy alakul. Én úgy döntöttem, hogy én eljövök a Víg Színházba. Legfőképpen az volt az indokom, meg most is az az indokom mindenre, hogy amíg az embernek olyan periódusa van az életben, amikor léphet, vagy kihasználhat valamilyen dolgot, akkor azt használja is ki. És nekem pont eljött az a korszak, amikor úgy döntöttem, hogy most is itt nyitni akarom a világot magamnak, vagy hát a teret. A Víg Színház az így zárja a világot? Figyelj, olyan szabadon nyilván zárja, hogy én havi 28-akat játszottam, ami mellett azért nagyon kevés idő marad bármire. Ez kevés, bassz meg többet. Nézőknek több kell, vér kell a nézőknek. Vér, síró anyák, könnyező csecsemők, levágott végtagok, többet, b***sz. A barátom túllőtte magát. Többet, ilyet már hallottunk. Többet akarnak látni. Fogtam magam és belebottam a kádba. Kevés, b***sz, meg többet. Kinyírtam az öcsédet. Köszönöm. Egyébként itt például én játszom ebben a színházban egy előadásban, és itt is baromi jó fejek, mert tökre lehetett úgy egyeztetni a tavalyi évet, hogy én kint voltam 3 hetet Barcelonában, kint dolgoztam, és aztán én visszajöttem 1 hétre, és akkor abban az 1 hétben játszottam én itthon. Miután tök nemzetközi hely Barcelona, meg rengeteg külföldi ember dolgozik ott, megismertem egy német filmrendezősrácot, aki írt pont akkorra egy forgatókönyvet, és akkor annak a főszerepét kaptam meg. Aminek most lenne egyébként valamikor a forgatása, csak most nem jutottam még ki, de ez is hihetetlen furcsa, hogy Magyarországon az úgy van, hogy akkor nem te leszel, kint pedig megvár a dolog. Igen? Igen, mert most hál' Istennek itthon forgatok 2 filmet, úgyhogy egyelőre most úgy alakult, hogy nekem ez fontos, hogyha ez nem csúszhat, az meg csúszhat, úgyhogy azt lecsúsztam. Nemzetközi hírű színész. Na, ezt akartam mondani, hogy ez tehát nem azért, így van. Tehát, de, ne, hát jól ez, mondod, de hát ez így van. De figyelj, érted, nem, mert az ember kimegy érted Berlinbe, és igen, akkor ott azért, dolgozik. Igen, de azért figyelj, halljuk őszintén, hogy az ember tök előről kezdi. Tehát az, amikor kint majd én egy olyan főszerepet eljátszom, most ez egy kis játékfilm főszerepe például, amiről beszélek, de mire egy olyan főszerepet eljátszom, amit itthon eljátszhat az ember, az baromi sok idő. Szóval biciklivel tetted meg ezt a zarándok utat. Igen. Rengetegen gyalog teszik meg, meg szamáral, meg lóval, meg nem tudom én hogy. Ebben az is benne van, hogy igazából 3 hete van az embernek körülbelül utazása, hogy baromi hosszú az út. Ja, tehát szamára az, hogy hosszabb lejussál, idő lenni. Persze, az mondjuk egy hónap legalább, meg gyalog is egy hónap. Tehát ez sok. Az El Camino az egy zarándok útnak a konkrét neve. Ez az, ami a Pireneusokból jön le, itt megállunk. És végigmegy Burgos-Leon, meg ezen a tájékon, északon. De van egy ennél északabbi Camino is, meg van még 5 darab Camino, vagy 6. Szóval nem egy Camino van. Nem, abszolút nem. És te mindegyiken jártál? Hát figyelj, a másik az, hogy ami fontos az, hogy például Budapestre megy Camino, Santiagoig. Csak nincs kijelölve. Szent Jakab sírjához zarándok vannak a vándorok. Ki az a Szent Jakab? Ő egy szent, akiről az a história járja, hogy amikor elindult Santiagoba, akkor az út közben megtámadták a farkasok, és akkor beugrott az egyik folyóba, és mire kijött, addigra a kagylók védték a testét, és így menekült meg. Ugye a kagylók rámentek a testére, és akkor igen, a farkasok próbálták harapni. És borították a testét, és hát valami csoda által megmenekült lényegében. És meg is világosodtál út közben többször is? Hát az furcsa érzés. Szent Jakab szelleme? Vagy nem, de egyébként ez a másik, amit baromi sokat gondolkodtam, hogy mitől van mégis az az embereknek, hogy megtörténik vele valami olyan, ami itt a hétköznapokban nem történik meg. Nyilván attól a fizikai megterheléstől is egyébként, hogy te napi 70 kilométert végigmész, és ez mondjuk reggel 5-kor föl kell kelni, és nincs mobiltelefonod, nincs óra, nem kötődsz semmihez. Mindenki azzal van elfoglalva az úton, hogy az elejétől a végéig eljusson. Semmi hát ez egy elég leszűkített... Azért mondom, tehát, hogy és azzal az emberi kapcsolatokkal, azzal, hogy hát nincs miért harcolni. Tehát, hogy pont az a civilizációs közeg, az ott teljesen megszűnik. Tehát így elengeded tehát a problémáidat. Minden problémát. És az is nagyon furcsa egyébként, hogy aki végigjárt és akivel beszéltünk erről, az mind azt mondta, hogy második nap az a napi görcs, ami itt, vagy bárhol, vagy most ebben a pillanatban is bennünk van, az ott pillanatokat megszűnik. Mert
mert az ember nem. Van egy akkora görcs, hogy egy 1000 kilométer, érted? De az jó, nem hogy az, akkor az nem foglalkozol a tőzsdével. Igen, tehát hogy az mégiscsak másról szól, meg nincsenek anyagi dolgok, vagy valahogy elfelejti az ember ezeket. Tehát közelebb ezek kerülsz ilyen... a halálhoz, vagy magadhoz? Tehát, hogy... Nem, a létezéshez. Uh-huh. Tehát az, hogy az emberi puszta létezés, hú, ez olyan, mint egy ilyen... De ez tényleg hülyeség, ez olyan, mint egy meditációról elmondani, hogy és akkor mi volt. Hogy mi az? Azért mondom, hogy ez alapvetően egy tök hülyeség. Tehát talán lehet, hogy inkább azt kéne, hogy a nézőket is elküldöm erre az útra. Én tervezem azt, hogy én vinnék is oda embereket. Uh-huh. Legalábbis szeretnék segíteni lejutni az embereknek oda. És akkor te ilyen szigorúan, kortársan fotózol, hogy... Csak nem, abszolút nem, semmi szeretném. Vagy hát nem tudom, az egy másik része a fotózásnak. Én fekete-fehéreket szeretek, de analógot. És igazából azt szeretem, hogy ezt fogd meg, és akkor mindjárt hozzak valamit, jó? De mindjárt megmutatom. Ciao, szevasztok! Melinda, elviszek egy albumot. Figyelj, gyere! Nem, ez csak, tárolják a fényképeidet? Nem tárolják, hanem van egy album, ami most megjelent lényegében. Mm. Hát megjelent, igazából nem erre volt számba ez. Jó, tehát árulják. És baromi nehéz egyébként megtalálni, mert... Krisztián így írja a nevét. Arra készült az album, hogy nekem volt egy kiállításom most Barcelonában, és kérték, hogy tudok-e vinni albumot vagy valamit, és erre akartam én összehozni egy fotóalbumot. Csak hát baromi sokat kell ahhoz nyomtatni, ugye, hogy az megérje. Úgyhogy elkészült 300 példány, és ebből 250 most itt a boltokba került, a többit ezt sikerült kint eladni. Úgyhogy ilyen, mert hát ez a Margit híd alatt van. Szeretem azokat a fotókat, amik nem manipuláltak. Tehát ez egy analóg fotó. Igen, meg én azt bírom a fotózásban, hogyha az ember, amit meglát, azt tudja utána meg. Tehát, hogy nincs utómunka ezeken a képeken. És ezekben benne van az is, ami a legjobb vagy év sajtófotója albumban benne volt? Benne. De hát az? Mondjuk ez bekerült, aztán azt hiszem, hogy nem ez. Pillanat, rajt. Ez került be idén. Akkor ez volt benne tavaly. Ez egy pályázat, és semmi más. És be lehet küldeni fotókat, és én szerettem volna mindig megmérettetni magam, hogy hogy megyek. Tehát kiderüljön, ez értékesebb, hogy nem vagy jó ebben. És akkor beküldtem oda is, hogy kiderítsem, hogy kiszórják, vagy pedig benn marad, és akkor benn maradtak a fotók. Erre menjünk? Itt a hajóson balra. Valahogy úgy keresem általában a témát, pont így, mint hogy most megyünk, hogy nálam van a fényképezőgép, és akkor csak úgy mászkálok az utcán, és aztán egyszer csak megtalálom. De vannak hetek, meg hónapok, amikor igazából el sem lövök szerintem egy kockát sem. Ja, mint a horgászat, nem? Hogy minden gúzskapás hetekig, aztán kicsit csak olyan, egy nap alatt de tényleg halakod. Kicsit igen, de ha akarsz lefotozni, akkor fotozz el nyugodtan. Hát majd előbb megnézem, hogy te hogy csinálod szerintem. Hát ebben semmi nincsen, lefotozolok téged? Gyere. Csak kicsit állítgatok, és aztán lefotóznak. Jó, van egy? De valami jó háttér kéne hozzá, nem? Nézzek, vagy mondd, hogy mit csináljak közben, amit hogy jó legyen semmi. A kép. De mi az, hogyha... Semmi beszélgessé, de tök természetesen. Dumáljuk, aztán majd csak lesz valami, gyere inkább oda. Aha. Jó? Mondjuk pont a fényeket nem látom, hogy mennyire. Ülj be oda a kapuajba? Nem oda. Úgy, az tök jó. És közben dumáltunk. Vagy kérdezzél, és akkor én válaszolok. Na, mesélj el. Még. Tehát, hogy az a része érdekel, amikor így megtalálsz egy témát. Például téged most? Csomó olyan képed van, ami olyan, beállított lenne, de hát ezeket mondhatod, hogy nem beállított. Tehát ezt hogy találod meg? Azokat a képeket... Tehát megcsinálod a beállítást, ugye, és akkor várod, hogy... Figyelj, keresek általában helyszíneket, vagy valamit, ami tetszik, ott én megállok, és aztán várok egy olyan pillanatot, ami... Néha az embereket kicsit úgy használom, mint a kellékek lennének, vagy díszletek. Legfőképpen. Tehát az is furcsa egyébként, hogy nagyrészt a fotókon háttal vannak az emberek. Ez vicces. Meg sziluettek. Ez jó? Ez jó lett, de egy színekben is elég profi. Meg egyébként lelkiállapot kérdése is a fotózás szerintem. Tehát, hogy vannak olyan napok, meg vannak olyan pillanatok, amikor
az ember alkalmas, és vannak olyan pillanatok, amikor nem alkalmas arra az ember, hogy fotózzon. És ez mindig egy ilyen magányos biznisz, nem? Szóval csak így mész egyedül, és akkor csak az a legjobb, hogy az ember tök egyedül van, és valami más állapotba kerül, mint ahogy. De ez jó dolog, mert egészen más dolgokra tudsz figyelni, apró részletekre, meg ezt én nagyon szeretem. Nézzük meg. Figyelj, mindenféle lett. Az király lett. Kiregyítsem az arcodat? Tessék, egy rád jellemző pillanat. Hola. Sí, buenas. Café? Sí? Antes de la ópera, café. Antes de la ópera. Sí? Uves? Figyelj, itt van a művész, ugye rögtön? Igen. Na, reklámozok is kicsit. Tehát kimennek a szállodon. No, esta es no una zona, esta es una calle. ¿Una calle? Sí, ajá. Esta es una calle grande, esta... No, 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 esta es ópera. ¿El café? La ópera. Este es ¿Mubes? Café. Sí. Curarda, Andraxiu, 28. Es cafetería. Ajá. Gracias. De nada. ¿Ez mit jelent, amikor ezt csinálja, hogy... Vannak ilyen... De ez mi ez a gesztus? Ezeket majd utána elmondom. De kérdezz meg, hogy ilyet tudod? ¿Qué es esto? Cuando esto, haces esto. Guapo, bueno, bonito, ajá. Sí. Marta, dame una foto con este chico. Ajá. ¿Ya? Nosotras tres, guapa. Ajá. Mira, fotos. A las ladies. Son, les da vergüenza. ¿Sí? Mis hijas, tan tontas. No, ¿por qué? Martes, guapa. ¿Sí? Adiós. Adiós. Milyen szerepeket szoktál játszani, vagy miket játszol szívesen, vagy miket osztanak rád? Hát ez az, hogy a szerepeket általában osztják, tehát az nem úgy van, hogy én miket szeretek játszani. Uh-huh. Tehát a színházban, a Vígben például kifejezetten ez van, hogy ott... De minden színház, tehát ott megkapod a szereposztást, és ott állsz a próbatábla előtt, és akkor megkeresed a saját nevedet, hogy te most mit kaptál, uh-huh. Miben. Hát mondjuk a filmekben uh-huh. Ilyen rossz fiú, igen, vagy ilyen rossz fiú, szép fiú. Tehát mondjuk szép fiú is vagy, meg lehet, hogy rossz fiú is vagy. Tehát hogy ez meg lehet, hogy az egy ilyen önazonos dolog, nem egy skatujázás feltétlenül. Nem tudom, egyébként az is furcsa ebben az egész szakmában ilyen szempontból, hogy az emberben úgy nagyon bele akarnak látni dolgokat. Tehát, hogy fú, te ilyen lehetsz. Uh-huh. Holnap megtartjuk a vizsgálatot az ügyetekben! Mondjuk, ha már sok szerepet eljátszottál, akkor egy idő után már látsz benne egy tendenciát, nem? Vagy ez nincsen, ez csak képzelem lehet. Például a filmekben, hogy M betűvel kezdődik, majdnem minden film. Minden filmben M betűvel kezdődik. Meg a szerepek is már. Kolovratnik vagy... Krisztián, aki csak M betűs. M betűs filmekben szerepel? Nem, azért van az más. Egy jó skatúja, az egy menő skatúja, nem? Ilyen kinek van, igen. Béla, nem erőltetted túl a fantáziáját? Hát nem. Velem legközelebb ugyanitt, ugyanekkor, Bélával pedig a Gyorskocsi utcában találkozhatnak. Legközelebb. Viszlát! Van menson, nem gondolkodtál még? Nem, én nem vagyok annyira egyszerű. Csak azért kérdezem, mert régebben mondtad még, hogy szereted mondjuk a fotózásban azt, hogy ezt te csinálod egyedül elejétől a végéig. És ugyanennek a színházi megfelelője az végül is a... Igen, de én nem vagyok annyira exhibicionista. Tényleg, ez nagyon hülye hangzik, de semmi kedvem kiállni és produkálni magam egyedül. Szégyenlős színész. Nem exhibicionista. Azt sem mondtam, hogy szégyenlős vagyok. Figyelj, nem érdekel annyira talán. Tényleg, hogy én egyedül annyi jó dolgot csak tudok csinálni. Csak mondtál egy olyat, hogy te nem vagy csapatjátékos. Nem, tényleg. Amin így egyből kiakadtam, hogy hát egy színész, az hogy ne lenne már csapatjáték. Tehát, hogy... Figyelj, én abban hiszek ilyen szempontból, hogy az ember szeret bizonyos dolgokat, meg csinál bizonyos dolgokat, de annak nem minden részét szereti. És én pont így vagyok a színházzal is, meg a színészettel is, meg a fotózással is, meg a minden szarral, hogy szeretem, csak nem minden részét. És szeretném megtalálni azokat a részeket, amiket én szeretek, és azokat tovább csinálni. Tehát ha jól értem, azt mondod, Én nem tudok olyan embert ebben a szakmában, akit ez 100%-ig kielégít. Na jó, hát akkor hagyjuk a színházat, keresünk egy zongorát. Keresünk zongorát, jó. Biztos lesz zongora.
Az valószínűleg igen. Itt de miért pont az operába jöttünk? Mehettünk volna a zeneakadémiára. Gyere, például itt. Én igen, a mamám itt énekel. Most már igen, de hát itt énekel és énekelt. És hát én itt töltöttem a gyerekkoromat, ez például az Arckép csarnok, és ez nekem egy ilyen rémületes hely volt gyerekkoromban, lehetett képzelni, hogy 5 évesen mondjuk ide bekeveredsz, és ezek között, az arcok között eltöltesz egy délelőtöt vagy estét, amíg anyád a színpadon van. Úgyhogy egy ilyen helyeket itt, igen, ugye van benne valamit kicsit. De édesanyjából nincs itt is. Nincs. Nincs, anyám él és virul. Ez minden elmúlt korok hűségek. Hát ez ilyen. Annyit szeretnék csak kiprovokálni, mert ugye mondtad, hogy a magánéletről nem beszélsz. De közben a te karakteredben a legizgalmasabb kérdés. Ez mégiscsak az, hogy benned a függetlenség és a szabadság az, ami így dübörög, mint egy ilyen fő tematika. Igen. És közben a Szent Grál is az, hogy lehet együtt maradni 35 évig, tehát benned genetikusan ott van. Igen, bennem van, és én ezt szeretném. Mit gondolsz erről? Tudod, értem, hogy neked mi az ellentmondás ebben az egészben, hogy én őrületesen nagyon szabadságvágyó vagyok, vagy nem tudom is, és közben bennem van az, hogy családot teremteni. Igen. Én a kettőt azt valahogy úgy gondolom, hogy az ember egy partnert vagy társat keres az életben, legalábbis nekem az a legfontosabb, hogy egy olyan társam legyen az életben, is van is, akivel nagyon hasonlóképpen gondolkodunk ezekről a dolgokról, és nagyon hasonlóak a céljaink ezzel kapcsolatban, és akinek ugyanolyan fajta értékrendje van, vagy legalábbis nagyon hasonló, mint nekem. Nyilván ez egy baromira egy keresés valószínűleg, tehát hogy... Ja, keressük meg ezt a zongorát. Gyere, Feri! Figyelj! Van egy... Jó, hogy ez az, amit te írtál? Ez egyik, igen, csak ez az, amit például levédtek, csak akkor játszunk meg, érted? Ezt jelz? Na, ide jövök, oktávba. Még egyszer. Oktáv. Igen, D. És ugyanezt még egyszer, és akkor ez a legeleje annak, és alul meg valami ilyesmit játszanak, hogy... Teljesen. Valahogy így kezdődik, és csak... És elfelejtetted a végén. Persze, elfelejtettem. Ja, nem. Hát igazából én anyámnak a zene imádatát örököltem, csak ő egy tanult zenész, nem. Tehát, hogy én sose tartottam magam zenésznek, és nem is akarom annak tartani magam. A lényeg az, hogy én így elkezdtem zenéket szerezni, és aztán miután sok ember szerette, nekem ez volt a lényeg, hogy szeretik az emberek, vagy nem, ezért valahogy elkezdtem komponálni, ilyen viccesnek tűnik, hogy én ezt csináltam, és most is csinálom, vonos négyesre, és zongorára elkezdtem zenét szerezni. És aztán ez tényleg nagyon ezt én megmutattam zenészeknek, és nekem mindig az volt a... És akkor leültem, és csináltam egy drum and bass groove-ot, vagy igen? Nem, hanem vonos négyes. Igen. Na mindegy, és aztán én ezeket megmutattam zenészeknek, akiket én ismerek, hogy ez egyáltalán valamennyire értékes-e, vagy valamennyire zenének kezelhető, használható dolog-e. És akkor eljutott odáig a dolog, hogy stúdióba felvettük ezeket, és hát aztán játszottak a rádiók, valahogy bekerült rádióba. Igen, úgyhogy ez nekem egy tök nagy dolog. És akkor így jött az, hogy le kell védetni a zenét. És akkor bevittem a szerzői jogvédőhivatalban, ahol meg úgy védik le a zenéket, hogy van komoly zene és van könnyű zene kategória. És hát a komoly zenének van egy olyan kritériuma, hogy ahhoz kell egy vizsgabizottság előtt meg kell felelni a zenének, hogy ez a kortárs komoly zenébe bekerülhessen. És akkor valahogy bekerült az én zeném. Tehát levétél, mint kortárs komoly zenét. Kortárs komoly zene szerzőként kanonizálva vagy. Igen, de közben ez nekem a legviccesebb, ezt most halálkomolyan mondom. De ezek olyan furcsa dolgok, mert én nem vallom magam zeneszerzőnek, se zenésznek, mert hát hol vagyok én attól, mint egy zenésztől.